Migráns fogások. Két afgán állampolgárt ellenőriztek szombaton délután a rendőrök a Zalaegerszegi pályaudvaron. A Szlovéniából érkező nemzetközi vonaton utazó 18 éves és 22 éves afgán állampolgárok a továbbutazáshoz szükséges okmányokkal, valamint érvényes menetjegyjel sem rendelkeztek. A rendőrök a két fiatal férfit tiltott határátlépés szabásértése miatt a Zalaegerszegi rendőrkapitányságra előállították újabb hat külföldi szemét állítottak elő a rendőrök. Becsehelyen egy bejelentés alapján ellenőriztek az egyenruhások egy hátrahagyott autót, amelyben négy afgán és két pakisztáni férfit találtak. Egy bolgár rendszámú Chrysler Voyager típusú személyautóból a bejelentő szerint kiszállt a sofőr, majd a közelben lévő fás terület felé futott. Az autóban talált személyek a Bicskei befogadó állomás által kiállított regisztrációs kártyákkal igazolták magukat. Az Alamegyei Rendőrfőkapitányság bűnügyi osztálya ismeretlen tettes ellen embercsempész és büntett elkövetésének gyanúja miatt indított eljárást.